Közös énekléssel indult a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium gála koncertje. A rendezvényen a zeneművészeti tagozat növendékei és tanárai is felléptek. A koncertnek rendhagyó módon a Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály Terme adott otthont. Mindenképpen rendkívüli ez az egész helyzet. Az is, hogy a falakon kívül megmutatjuk ezeket a produkciókat egyrészt, másrészt pedig ez tulajdonképpen egy kezdeményezés, egy teljesen új ötlet. Eddig a félévi vizsgák után nem mutatkoztunk így meg, és nem csak a helyszín rendkívüli, hanem maga az alkalom is, hiszen először szervez az iskolánk ilyen gálakoncertet a zeneművészeti tagozat számára. Nem csak a gálakoncert helyszíne volt rendhagyó, a műsor összeállítása is eltért a korábbi tagozatos koncertek hagyományaitól. A zeneművészeti tagozaton klasszikus tanszak van, népzenetanszak és színész tanszak. A klasszikus tanszakon belül a hagyományos hangszerek, a zongora, a gitár, a kürt, nagyon sok, ami lehetséges felvonulni és amin lehet tanulni, azon tanulnak a gyerekek, szintén ugyan népzene hangszeren, népi hegedű, népi bőgő, népi ének. A mai napon még ilyen nem volt, hogy összekötjük a népzenét a klasszikus zenével, vagyis a klasszikus zenészek fognak javarészt meg a népzenészek fellépni, de az utolsó szám erejéig bemutatkoznak a színészek is. A zeneművészeti tagozatos növendékek közül többen országos és nemzetközi versenyeken is megmérettetik magukat. Vannak olyan diákok, akik rendszeresen dobogós helyezést érnek el ezeken. Az elmúlt három évben mind a háromszor sikerült megnyernem a Bartók Béla konzi szervezésében lévő online kürt versenyt. Ezen kívül még második helyezettet tudtam elérni a Weiner Leó zeneművészeti szakgimnázium szervezésében lévő országos kürt versenyen, meg még részt vettem nemzetközi versenyen is Németországba, és ebben az évben két hónap múlva fogok menni még Szlovéniába is versenyezni egy újabb nemzetközi versenyre. Az intézmény a gálakoncertet hagyományteremtő szándékkal szervezte.